Nem volt könnyű gazdasági helyzetben a Bonyhádi önkormányzat tavaly, mégis elmondható, hogy a költségvetésben kitűzött célokat meg tudták valósítani, mondja a pénzügyi osztály vezetője, sőt az energiatakarékossági intézkedéseknek köszönhetően még spóroltak is. Az önkormányzat az év során természetesen az előbb említett indokok alapján, bizonyos kényszerítő hatások alapján, vagy miatt energia megtakarítást eredményező intézkedésekre kényszerült, hozott döntéseket, amelyek valójában kiadáscsökkenést eredményeztek, és mindez azt eredményezte, hogy a költségvetés jelentős volumenű módosítása rendkívüli ok és indok alapján nem vált szükségessé. Az év során azt mondhatjuk el, hogy a bevételek maximálisan teljesültek, és mintegy 50 millió forinttal túl is teljesültek. A kiadások tekintetében pedig összefoglalhatjuk azt, hogy az intézményrendszer működése stabil volt, a városüzemeltetési feladatok finanszírozása biztosítható volt, a segélyek, a különböző támogatások folyosíthatóak voltak, és ezek a költségvetés keretein belül tudtak megvalósulni. Fűtési protokollokat kellett az intézményvezetőknek készíteni, amelyek összességében azt eredményezték, hogy valós megtakarítások keletkeztek. Az éves költségvetés 4,8 milliárd forint, mintegy 80%-át működésre költötte az önkormányzat, a fennmaradó 20%-ot pedig fejlesztésre fordíthatták. Részben pedig a Magyarország kormányának támogatásával megvalósuló útfejlesztések támogatása, valamint az Ermel-Vojnics mauzóleum központi forrása miatt emelkedett. Az évet azt gondolom, hogyha egy önkormányzatnál eredményt lehet számítani és gondolni, az Bonyhád város önkormányzata esetében maximálisan eredményes volt, hiszen a gazdálkodás évét az önkormányzat tartalékkal, soha nem látott volumenű záró pénzkészlettel zárta, amely több mint 600 millió forint volt az év végén. Mindez megalapozta a 2023 évi költségvetés stabilitását, és a vállalható feladatok körét emelte, bővítette. A pénzügyi osztályt vezető Faust Józsefné hamarosan megkezdi a pihenő éveit, több mint 4 évtizedes a hivatalban eltöltött időszak után. 41 év konkrétan, 40 év után nyugdíjba vonulhattam volna, azonban polgármester asszony még egy évet kért, hogy maradjak. Teljesen nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy a várost egy olyan pénzügyi helyzetben hagyom itt, amely régóta várt és áhított volt, és rendkívül jónak mondható, hiszen ez alatt a 40 év alatt, amíg itt dolgoztam, és ebből 21 év volt az, amelyet osztályvezetőként megértem ennél sokkal rosszabb pénzügyi helyzeteket, adósságokat, úgyhogy a mai helyzet az nagyon jó, és valóban ez az utolsó képviselőtestületi ülés, amin részt vettem, a jövő hónaptól szabadságon leszek, illetve hát a felmentési időmet fogom tölteni majd. Jó hír, hogy a korábbi osztályvezető munkájára már meg is találták a legmegfelelőbb jelöltet. Két pályázat érkezett, és július 17-től egy több mint 20 éve itt dolgozó Palko Roland fogja betölteni ezt a munkakört. A Solymár Imre városi könyvtárral kapcsolatos határozat is született az ülés alkalmával. 5 éves időszak járt le, ezért újra meg kell hirdessük, szeptemberben fog lejárni, és a képviselőtestület, mint a munkáltató jogok gyakorlója, dönt ma a testületi ülésen ennek az állásainak a kiírásáról. Fontos döntés született a testületi ülésen a buszmenetrenddel kapcsolatban is. A Volán Busz ZRT a szolgáltatónk a helyi autóbusz közlekedés tekintetében, akivel évvégéig van egy szerződésünk, döntünk a közbeszerzés újabb 2 évre történő kiírásáról kapcsolatban, illetve az önkormányzatnak éves szinten 40 millió forintjába kerül a helyi tömegközlekedés, és ennek a racionalizálása, jobb kihasználtsága érdekében döntöttünk amellett, hogy megkeressük a Volánbuszt, és
javaslatot kérünk tőle, és a helyi közlekedést regionális, illetve távolsági autóbuszok kiváltásával tudjuk racionalizálni. Bonyhádon a tervek szerint a képviselők a hónap utolsó hetén üléseznek legközelebb. Az évek alatt már hagyománnyá vált városszépítő megmozdulással az alapítvány idén 500 ezer forintból tudta megszépíteni az önkéntes résztvevőkkel a közösség tereit, valamint a Virágos Bonyhádért akcióval a lakosságot is motiválják saját ingatlanjaik feldíszítésére. A virágosítást már több év óta végzi az alapítvány. A városnak a különböző pontjain már közösségben ültettünk virágokat. Az idén ez a közösségi ültetés ide a múzeumra esett. Egyébként szorosan együttműködünk a Bonicom Non-Profit Kft-vel, amely az önkormányzatnak a 100%-os tulajdonú Kft-je. Ők most is folyamatosan végzik a városnak a virágosítását és szebbé tételét. Én mindig azt gondolom, hogy minden egyes ilyen mozzanat nem csak szépíti a várost, hanem egy közösséget épít is, közösséget kovácsol, mert akik ide eljöttek, azok egyfajta célér azért, hogy ez a szép kis városunk még szebb legyen. És szerintem ez nagyon fontos. Lakosság, illetve nem csak a lakosság, hanem az intézmények, a vállalkozások, a különféle kereskedelmi egységek részére kiírásra került egy virágos bonyhádért pályázat, aminek az a lényege, és ez is több év óta már van, hogy mindenki a saját portája, a saját háza előtt, vagy a saját udvarán próbáljon meg egy kicsit zöldíteni, virágosítani, ezzel Bonyhád városát is szebbé tenni. Erre a pályázatra július 17-ig lehet jelentkezni. Maga a pályázati kiírás Bonyhád város hivatalos honlapján is megjelent, és azért július 17-ig, mert úgy gondoltuk, hogy az első megtekintése a virágoknak június 19 és 20-án történne. Mindenki, aki ebben részt vesz és eredményt fog elérni, az egy 10.000 forintos virágvásárlásra jogosító utalványban fog részesülni, amelyet ünnepélyes keretek között augusztus 20-ai ünnepség keretében adjuk át a művelődési központban a polgármester asszony és a Non-Profit Kft-nek a részvételével. Emellett a középiskolásokra is gondolt az alapítvány, az ő helyzetüket segítendő kiírták a diákoknak szóló tanulmányi ösztöndíjpályázatot. És már többetszerre kerül sor erre. A 9 és 12. évfolyamos középiskolás tanulók részére mindazoknak, akik bonyhádi lakóhelyjel rendelkeznek, de az ország bármely iskolába tanuljanak, attól részt vehetnek a pályázatban. A feltétel, hogy 4,8-es tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük, nem lehet rosszabb az átlaga az előző évinél. Ezen kívül, a tanulmányaink kívül valamilyen kiválósággal kell még, hogy rendelkezzen a sport, a kulturális életterületén, vagy tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján.
Itt is kiírásra került már, megjelent a pályázat a városnak a hivatalos honlapján is. Ott is be lehet nyújtani, de személyesen is be lehet nyújtani a városházán. Ott az összekötő Kaiser Mária ügyintéző, aki ebben segít nekünk ezt végrehajtani, hiszen a Kolónia Alapítvány három kuratóriumi tagja az mind csak a értékteremtés jegyében végzi a feladatát, és nem pedig hivatásszerűen, de szívvel és lélekkel. Az alapítvány célja és feladata, hogy a város működését és fejlesztését elősegítse. Kiemelt feladatuknak tartják a zöld területek gondozását és védelmét, a kultúra és az oktatás segítését, illetve az idősek gondozását. A Krenzlein Néptánc Egyesület 1987-ben alakult, négy csoportjában közel 100 gyermek és fiatal táncol. Rendszeres szereplői a különböző helyi, regionális és országos rendezvényeknek, a legutóbbi megmérettetésen is rendkívül sikeresen szerepeltek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Krenzlein Néptánc Egyesület Cipfelmüsz csoportja egy nagyon szép eredményt ért el, ugyanis országos minősítésen elnyerte a fesztiváldíjat, aranyminősítést szerzett Manninger Miklós alapítványának a díját elnyerte, valamint még egy gáladíjban is részesült. Ez azt jelenti, hogy következő évben az Országos Német Önkormányzatok gáláján szerepelhetünk. Tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés mindenkinek. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Egyesületünk harmadik alkalommal szerzett fesztiváldíjat. Talán egy kicsit, ha visszamegyek az időben, elmondhatom, hogy ez volt a 11. országos német nemzetiségi táncfesztivál. Korábban 2 évente szervezték ezt meg, az utóbbi időben pedig 3 évente kerül erre sor. Tehát ez egy nagyon-nagyon rangos megmérettetés, rangos zsűritagokkal, és most ez a harmadik fesztiváldíjunk, tehát hogy azt veszük, hogy 11-ből a bonyhádiak 3 fesztiváldíjat elhoztak, azért ez egy nagyon nagy kitüntetés. Ez mindig hatalmas élmény a szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek. Elutazni Solymárra, ez is egy kitüntetés már eleve, és amikor a színpadon voltak, és ezt a sok díjat átvették, tehát leírhatatlan volt az a boldogság, ami minden, mindannyiunkat áthatott. A korábbi időszakban különböző koreográfiákkal több fesztiváldíjat nyert már az Egyesület, ezáltal is népszerűsítve a német kultúra rendkívül érdekes és színes hagyományait Bonyhád és környékén, illetve országosan is. A legelső fesztiváldíjunk a Cikói Gyerekfarsang volt. Ezt a Bajuncin Cikó könyvben olvastam erről a régi szokásról, és Rónai Terikével felvettem a kapcsolatot, és ő mesélt, valamint az édesanyja mesélt erről a régi szokásról. És ez volt az első fesztiváldíjunk, és ez itt több korcsoport táncolt együtt az alsósok a felsősökkel. Nagyon szeretik, azóta is repertoáron van ez a tánc. Valamikor külön is eltáncoljuk, ha nem vagyunk olyan sokan, akkor a csoportok külön, vagy pedig ha nagy a színpad, akkor együtt is el tudjuk táncolni. A második táncunk az pedig a fordított gyermekalkudalmas. Itt talán annyit mondhatnék, hogy Bonyhádra környék településeiről is beköltöztek német származásúak, és egy testvérpára Schlotthauer testvérek nagymamája mesélt nekem arról a szokásról, hogy Ófaluban, amikor egy lakodalmat tartottak, akkor a gyerekek is összeálltak, és ők is utánozták a felnőtteket, de ebben a formában, ebben a faluban ez úgy történt, hogy a gyerekek közül egy fiú lánynak költözött, a lányoknál pedig egy fiúnak, és egy aranyos kis kavalkát kerekedett, és ez volt a második táncunk, amire fesztiváldíjat kaptunk. A mostani pedig
Ez is egy új koreográfia. Már régen szerettem volna egy olyan táncot, ahol a gyerekek úgy kezdődik a tánc, hogy a gyerekek virágot szednek, van egy nagyon szép kis ének ezzel kapcsolatban, valamint van a tánccsoportnak egy kis kicsinyített lovaskocsia. Tehát ezt is egy testvérpár adta nekünk, a Czárt testvérek dédi papája készítette ezt még a II. Világháború előtt az ő fiának, és amikor mi szerepeltünk, akkor elhozták, és fesztiválokon, menettáncokon ezt húztuk az úton, sőt, még Münchenben az Oktoberfesten is ez volt velünk, nagyon nagy sikert arattunk, és gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt is a színpadra vinni, ezzel is emléket állítva a Czárt dédi papának, valamint megmutatni azt, hogy milyen egy kicsinyített lovaskocsi, hisz ez a mesterség ma már teljesen kihalt. Az Egyesület élen jár a német nemzetiségi hagyományok ápolásában, a gyermek korosztálytól a felnőttig terjedő összetételű együttes, a város legmeghatározóbb kulturális tényezője. Noha a felkészülési idő kevés volt, lelkesedésüknek és szorgalmuknak köszönhetően érték el a legutóbbi szereplésükön ezt a kiemelkedő eredményt. Nem sok időnk volt a felkészülésre, hisz októberben a tánccsoport 35 éves jubileumára készültünk, és ekkor az egész egyesület ebben részt vett, és utána kezdtünk nekiállni ennek a táncnak. Akkor ugye mindenféle szünet volt, téli szünet, meg egyebek, de összehoztuk azért a táncot. Még egy kis idő kellett volna arra, hogy beérjen. Még gondolkodtunk is rajta, hogy induljunk, vagy ne induljunk, de még örülök annak, hogy mégis úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk ezt a megmérettetést, és tényleg ez egy különös dolog az, hogy ezt elnyertük. Itt a harmadik koreográfia, tehát a legújabb koreográfiánál nem én egyedül készítettem el ezt az egész táncot, hanem kolléganőm Csizmadi Jáni énekes Piroska is segített, valamint a zenében Pece István, aki Bonyhádon harmonikát oktat, és van két olyan táncosunk is, aki a növendéke, és ő segített, ő volt a segítségemre a tánc zenei részének az összeállításában. Ez a fiataloknak amellett, hogy megtanulják a nemzetiségük hagyományait, egy közösségépítő tevékenység is, melyet nagy lelkesedéssel csinálnak. Elmondhatom, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezt a táncot, amikor fellépés előtt is, még a függöny mögött is némelyik még táncolt, vagy pedig a buszban még énekeltek, tehát tényleg egy kis vidám tánc. A tavalyi évben fennállásának 35. évét ünneplő egyesület fő feladatának tekinti a német kultúra ápolását, a még meglévő tánckincs gyűjtését és színpadra állítását. Ez azért is nagyon fontos, mert a német származásúak közül már egyre kevesebben ismerik és gyakorolják a hagyományaikat. A Modern Tánccsoport 20 éves fennállását ünnepli idén. Betekintést nyerhettünk egy próbájukra, illetve a csoport táncpedagógusa mesélt történetükről, mindennapjaikról. A Bonyhádi Kortárs Modern Tánctagozat az 20 éve alakult 2003-ban. Ennek egy története van, az akkori általános iskola igazgatója Adorján Gyöngyi, illetve a szervező hölgy Rosterika kezdeményezésére indult el Bonyhádon maga a táncoktatásnak ez a műfaja. Akkor indultak országszerte is általában a művészetoktatás keretén belül a tánctagozatok. Elsőként engem kerestek meg, hiszen itt Bonyhádon engem ismertek, akik társas táncoktatással foglalkozott, és ennek az iskola rendszernek az egyik kritériuma az, hogy diplomás táncpedagógusokat foglalkoztassanak. Mivel nekem volt társas táncból ilyen diplomám, akkor elsőként engem kértek föl.
több szaka legyen a táncoktatásnak Bonyhádon, akkor ajánlottam Szarvas Szilvia Mónikát, aki Pécsen ekkor frissen végzett kortárs modern tánc pedagógus volt, és őt hívták akkor meg Bonyhádra másik tánctagozat vezetésére. Hát annak idején Szilvia szinte úgymond berobbant a bonyhádi köztudatban, hiszen rögtön egy táncmese játékkal indította pályafutását, ez volt a Dzsungelkönyve, amit a városban többször bemutattak így óvodáknak, iskoláknak, illetve a város közönsége számára, és ez azért is volt annak idején nagyon különleges, hiszen magát egy mesét tánc nyelven mutattak be, ez önmagában is akkor egy újdonságnak számított itt Bonyhádon. És ez olyan népszerű lett, hogy özönlöttek a gyerekek, és egy idő után már ő maga nem bírta ezt a gyerekáradatot tanítani, és akkor kért meg, hogy én is induljak esetleg a modern tánc pedagógusi pályán, és sikeres felvétel után én is elvégeztem ezt a szakot, aztán közben már magam is tanítottam. A rövid idő alatt népszerűvé vált táncfajtát már egyre szélesebb körben mutatták be megyeszerte különböző rendezvényeken, versenyeken. Szilvia még több olyan dolgot is meghonosított itt Bonyhádon, amit mint hagyomány tovább folytatunk mi magunk is. Ilyen volt például a flash mob, ami eleinte csak a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódott, és akkor jelent meg ilyen villámcsődületként a tánctagozat a város különböző pontjain, illetve intézményeiben, ahol szerepeltünk. Ezért 2019-ben jött egy váltás, amikor Szilvia a más irányt vett, és másutt folytatja a munkásságát, viszont nagyon előkészítette ezt a helyzetet, úgymond ez az új helyzetet, és egy tanítványát kérte föl, hogy folytassa az ő munkásságát, ő Borbandi Bettina, aki számomra azért is érdekes, mert én gyakorlatilag kisgyerekként láttam a tánctagozatban, ahogy felnő, felcseperedik, majd fölveszik a Pécsi Művészeti Szakközépiskola tánctagozatára, és végez, mint balettművész, aztán onnan tovább a Táncművészeti Egyetemen végez, mint modern táncpedagógus, illetve elvégezte a mester szakot is, valamint mozgásfejlesztő is egyben. És őre gondolt elsőnek, hogy akit fölkért, hogy vállalja el azt, hogy utána legyen táncpedagógus, és Bettina örömmel vállalt ezt a, akkor még nem tudta, hogy milyen nehéz feladat, de úgy gondolom, ez ebben nagyon jól helyt állt, és most már mint kollégák vagyunk az egykori tanítvánnyal újból a modern tánctagozat élén. A táncosok több országos és regionális versenyen is dobogós helyen végeztek, idén pedig a tánc világnapjára is készülnek. Ezeket a dolgokat a gyerekek nagyon szeretik, mert eltér attól, amit szoktunk csinálni, tehát egy kicsit ilyen vidám színfoltja a táncos életünknek, hogy úgy fogalmazzak, és hát szintén az, hogy a városban megjelenünk több helyen, ez egy jó szereplési lehetőség. Emellett az éves tánctáborok, amiket most már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy lassan 20 éves hagyománya van szintén a tánctáboroknak, ahol gyakorlatilag a következő tanévre felkészítjük a gyerekeket, illetve új anyagokat veszünk, vagy új kollégákat hívunk, akikkel még eddig nem találkoztak, és új technikákat, impulzusokat kapnak ezáltal a gyerekek is, ami azért mindig nagyon sokban lelkesíti őket. A pedagógus köszönetét fejezte ki minden támogatójuknak, mert ahogy fogalmazott, nélkülük nem menne ilyen gördülékenyen, sikeresen a munka.